Köszöntöm Önöket a mai fogadóra, vendége dr. Simicsko István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, Albert Falva Kelenföld országgyűlési képviselője. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Kezdjük az országos ügyekkel első körben. Ugye az a parlament törvényhozási időszakot tudhat maga mögött. Ezt összegezzük egy picit. Hát én azt hiszem, hogy mindenki láthatta azt Magyarországon, aki egy picit is figyelemmel követte az elmúlt egy-másfél évet, hogy igen intenzív jogalkotói munkát zárhatunk le. Az elmúlt 18 hónapban több mint 200 törvényt fogadtunk el, nagyon-nagyon sok országgyűlési határozati javaslatot fogadott el az országgyűlés, tehát egy igen megfeszített új alaptörvényt fogadtunk, új alkotmánya van az országnak, számtalan kétharmados sarkalatos törvényt írtunk át és fogalmaztunk át, pont azért, hogy a jogállamban a jogi alapok meg legyenek teremtve ahhoz, hogy egyfajta építő, alkotó munka elindulhasson. Ez egy megfeszített feladatkör volt mindannyiunk számára, de hát én azt szoktam mondani, hogy örüljünk annak, hogy van munkánk, vannak céljaink, és hát a választópolgárok azért küldtek minket a parlamentbe, hogy dolgozzunk. Én úgy érzem, hogy mindenki helytállt, mindenki tisztességesen dolgozott, és tényleg ez az elfogadott sok-sok törvény ezt mutatja, hogy új alapokra, új jogi alapokra helyeztük az ország működését és működtetését. Július 22-ét a Hazaszeretet napjává nyilvánították az ön kezdeményezésére. Miért volt ez fontos, miért tartotta fontosnak? Hát azért, mert ugye az embereknél nagyon-nagyon fontos az, hogy a lelkünk is rendben legyen. A magyar társadalom számára is fontos ez, és nem csak pénzügyi gazdasági értelemben kell adósságot törlesztenünk, hanem lelki értelemben is. És amikor elindult az új parlamenti ciklus 2010-ben, akkor számos olyan döntést hoztunk még az új kormány megalakulása előtt, amellyel a magyarság lelkét próbáltuk meg ápolni és helyre billenteni. Ilyen volt többek között a kettős állampolgárság megadásának a lehetőségéről szóló törvény, ilyen volt Trianon meghaladásáról szóló törvénytervezet, amely június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, és ennek a sorozatnak egy állomása volt, vagy egyik részeleme volt az általam kezdeményezett, nem csak most egyébként, hanem már az előző ciklusban is benyújtottam ezt a javaslatot, a Nándor-Fehérvár diadalt nyilvánítsuk a Hazaszeretet napjává. Ez azért fontos, mert egy sikeres csatát élhetett meg a magyarság, egész Európa fölfigyelt erre a sikerre, mai napig a déli harangszó erre emlékezteti a keresztény világot, tehát nyugodtan lehetünk erre az eseményre büszkék. Elődeink, őseink vívták ki ezt a katonai sikert, ezt az óriási győzelmet. Tehát ez is, az ilyen döntések, az ilyen látszólag szimbolikus döntések is fontosak, hiszen hozzájárulnak ahhoz, hogy a lelki békénket, a lelki egyensúlyunkat megtaláljuk, és a gazdasági pénzügyi nehézségek közepette is erős lélekkel, reményeim szerint jobban úrrá tudunk lenni. Ha már magyarság, akkor a hungarikumok. Erről mit lehet tudni? Hát ezt is régebben, talán 2007-ben nyújtottam be az országgyűlés elé egy javaslatot, amely a hungarikumok védelméről szólt. Ez azt tartalmazta, hogy különböző nemzeti értékeink, nemzeti kincseink kerüljenek feltérképezésre, és minél több olyan terméket, élelmiszeripari terméket, cukrászati süteményt és sok-sok minden más, amivel a őseink megajándékoztak minket és itt hagyták nekünk örökségbe. Tehát egészen a csigatésztától a dobostortáig, vagy a szaloncukorig, vagy a különböző kiváló borainkig. Vagy túlmehetünk ezen is, hiszen nem csak ilyen típusú termékeink vannak, hanem szellemi termékeink is vannak, amelyek a magyarsághoz kötődnek. Kodály módszer, amely például Japánban is világszerte népszerű alkalmazott zeneoktatási módszer, Rubik kocka. Tehát számos olyan szellemi alkotás történt, amelyre nyugodtan lehetünk büszkénk. Ezek is a nemzeti önismeretünket gazdagítják, és az önbecsülésünket erősítik. Szükség van arra, hogy kellő tartása legyen a nemzetnek, és így ebben a nagy versenyben, a globalizációban meg tudja állni a helyét. Most a hungarikumok védelméről szóló törvényjavaslat az erről szólt. Ezt akkoriban az országgyűlés elfogadta, nem kis küzdelemmel, de még ellenzéki képviselőként el tudtam fogadtatni, és elindult egy feltérképező munka, hogy milyen tájjellegű értékeink vannak, és ez azért fontos, mert utána ezeket a termékeket föl lehet tenni az európai szintre, az Európai Unióban el lehet fogadtatni egy terméklistára, és ezt követően pedig uniós forrásokat, uniós támogatást lehet igényelni és kérni ezeknek a termékeknek az előállítására vagy népszerűsítésére. Amikor neki kezdtem ennek a munkának, akkor egyetlen egy termék volt fönt, ez a szegedi téli szalámi, a pik szalámi volt. Tehát most már azért, amióta fölállt a kormány, ez újabb lendületet kapott, és most már 6-8 termék ott van, és több termékünk már várólistán van,
hogy ne csak egyfajta magyar jogvédelmet élvezzenek, jogi oltalmat kapjanak ezek a termékek, hanem közösségi oltalom alá essenek, és mások ne vihessék el ezt tőlünk, mint mondjuk a kürtös kalácsot a szlovák barátaink, vagy a pálinkának a felét a román barátaink. Tehát van egy verseny ebben az értelemben is, mások fölismerik azt, hogy vannak értékeik, és erre tudnak építeni és építkezni, akár nemzetet is, meg nemzettudatot is erősíteni, és más értékeket, kultúrákat is fölkarolni ezzel. Tehát ezért volt ez fontos. Most a Hungarikum törvény készül. Én úgy tudom, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium már ezt elkészítette, úgyhogy most, ha minden igaz, akkor februárban megkezdjük ennek a tárgyalását. Én bízom benne, hogy ez már egy kiterjesztettebb tevékenységet, vagy kiterjedtebb tevékenységet enged majd meg országszerte önkormányzatoknak, felelősséget ró, hogy a Hungarikumokat, az értékeket minél szélesebb körben fel tudják majd mérni, és minél többet el tudjuk fogadtatni az Unióban. Tehát pozitívan várhatjuk. Ebben az értelemben én remélem, hogy pozitívan. Fontos dolog, hát a franciáknak 2300 termékük van fönt, 40-50 különböző sajtféle, és hát azért meg kell nézni, hogy valóban ő nekik azért igen rendben van a nemzettudatuk, tehát az önbecsülésükkel sincsen különösebben baj. Említette 6-8 már fent van ugye a pix szalámi mellett. Igen. Lehet tudni ezek közül egy párat? Hát, makói hagyma például, kalocsai fűszer, paprika, hát ezek mind-mind kiváló magyar termékek, és hát fontos egyébként az egészséges és biztonságos élelmiszeripari termékek vonatkozásában is, hogy az előállítási módszert rögzítsük, az eljárásnak a mikéntjét rögzítsük, megfelelő szabályokat állítsunk föl, és akkor nem is tudják így hamisítani, és tudjuk azt, hogy egészséges táplálékot veszünk magunkhoz, és Európát is adott esetben el tudjuk látni ilyen élelmiszerekkel. Picit áttérnék így, bár ez is ugye az építkezéshez tartozik, úgymond, csak ez nem a szellemi, hanem a testi. Puskázok egy picit, az önkéntes tartalékos rendszer, ez is a szívügye, ugye, mint honvédelmi államtitkárként. Ez hol tart most? Tehát ez lesz, kialakulóban van, milyen keretek között, kik vehetnek ebben részt, hogy hogyan lehet ide bekerülni, aki szeretne. Igen, hát szívesen várjuk önt is természetesen, tehát most akkor elmondom a feltételeket, meg aludjon rá egyet. A helyzet az az, hogy 2000-ben nyújtottam be először a parlament elé a tartalékos rendszer létrehozására vonatkozó javaslatomat. El is indult valami, de aztán jött a kormányváltás 2002-ben, és akkor ez a folyamat leállt. Közben született új honvédelmi törvény, de 2004-ben a 105-ös honvédelmi törvény, de hogy rövidre fogjam, egy a lényeg, amikor 2010-ben a kormányzás lehetőségét megkaptuk, akkor a honvédelem területén 17 tartalékos katonát találtunk, 17-es főt. Ugye ez egy rövid műsor, bár 30 percet tudunk beszélgetni, de azért talán ne húzzuk az időt az, hogy most név szerint elsoroljuk a 17 katonát, de egy biztos, minden tisztelet az övék, de ez kevés, így ahogy ön is mondta. Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy már 2049 fő a tartalékos állomány, és szépen dúzzad ez a létszám. Az a célunk, hogy a jelen kormányzati ciklus végére mintegy 8000 fős tartalékosunk legyen. Én úgy látom, hogy ütemszerűen és tervszerűen haladunk előre, tehát minden esélyünk megvan arra, hogy ez a létszám ez meglegyen. Na most ugye több kategóriája van ennek, védelmi tartalékos, műveleti tartalékos, és vannak a potenciális hadkötelesek is, meg a kiképzett katonák. Most a potenciális hadkötelesek, és akkor talán ezt a kérdést is érdemes tisztázni, mert mindenféle szirénhangok is fölmerültek annak érdekében, hogy az embereket esetleg megijesszék, hogy a sorkatonai szolgálat ismét lesz, nem lesz sorkatonai szolgálat, illetve akkor lesz, mint hogy eddig is lehetett volna, hogyha Magyarországot katonai támadás éri, vagy ennek a közvetlen veszélye fönnáll. Ez két jogi kifejezés, két jogi terminus technicus, a különleges jogrend kategóriába tartozik, az a rendkívüli állapot és a megelőző védelmi helyzet esetén következhet be, de ez a mostani törvényhozásunk során sem változott, ez így volt eddig is, és most is így lesz, és a jövőben is így lesz. Viszont a tartalékos rendszerben látunk kitörési lehetőséget, minden, hogy mondjam, általunk jónak tartott és példaértékűnek, követendőnek tartott ország, NATO tagországok esetében ez így van, a tartalékos rendszert erősítik föl. Egyrészt, mert költséghatékony, tehát körülbelül 1/8 költség vonzata van, ha megnézzük azt, hogy egy hivatásos vagy egy szerződéses katonát kell a rendszerben tartanunk a honvédség állományában, vagy pedig egy tartalékos katonát, akkor 8-al annyi költséggel jár egy tartalékos katona a rendszerben tartása. Ráadásul pedig arról ne feledkezzünk meg, hogy mivel megszűnt a sorkatonai szolgálat, amely nem működött jól, de azért mégis valamilyen fajta társadalmi integrációt betöltött, vagy betölthetett volna, mondjuk a
szerencsétlen sorsú cigánytelepről származó cigány fiatalember a rózsadombi úri fiúval együtt ugyanolyan angyalbőrben, ugyanolyan követelményeknek megfelelve látta el a szolgálatát, tehát az egy társadalmi integráció szerepe is volt a sorkatonai szolgálatnak. Nem jól működtették, ez ténykérdés. De viszont a magyar társam, a civil világ gyakorlatilag nem nagyon lát rá a honvédség működésére. Miközben a honvédelmi törvény kimondja, hogy a honvédelem nemzeti ügy. Hát hogyan lesz nemzeti ügy a honvédelem? Csak úgy lesz, hogyha ezért sokat-sokat teszünk, mégpedig a tartalékos rendszeren keresztül. Minél több civil foglalkozású ember vállal mondjuk tartalékos katonai szolgálatot, annál többen látják belülről is a honvédség működését. Látják azt, hogy a honvédség milyen felszereltséggel bír, milyen mentalitással, milyen szintű a bajtársiasság érzése, tehát és magáénak érzi reményei szerint, de ez már a honvédségen is, meg rajtunk is múlik, hogy mennyire tudjuk igazából a valódiságát, az arcát, az igazi arcát megmutatni a honvédségnek, és hány embernek tudjuk megdobbantani a szívét, abban az értelemben, hogy a hazát baj esetén bizony védelmezni kell és védeni kell. Hogyha ezzel folyamatosan nem foglalkozunk, és nem építjük ezt a rendszert, honvédelmi nevelés, oktatás, tartalékos rendszer, akkor ha ténylegesen baj van, akkor kevesebb emberre számíthatunk. Mert nem lesz ott a lelkében, a szívében a magyar embereknek a hazaszeretet érzése, és nem lesz ott az a tudat, hogy neki védelmeznie kell a hazát. De hogyha azt végezzük, amit elkezdtünk, akkor reményem szerint minél több magyar állampolgárban ott lesz ez az érzés is. Ne adja jó Isten, hogy bármilyen baj legyen, de hogyha ténylegesen bekövetkezik a baj, és a bajra mindig békében kell felkészülni, legalábbis normális népek így teszik, akkor nagyobb esélyünk van a túlélésre. Hol kell elkezdeni a nevelést? Hát kicsi gyermekkorban, tehát egészen ott, hogy mondjuk nemzeti ünnepeket óvodában, családban megünnepelni, beszélni erről, megélni az ünnepet, megélni azt, hogy összetartozunk, mit jelent az, hogy magyarok vagyunk, mit jelent az, hogy itt élünk a Kárpát-medencében, és hát szerintem itt kell elkezdeni, és hát aztán szépen ezt rendszerbe kell helyezni, tehát az oktatás valamennyi szintjén ezt jó azért erősíteni és ismételni. De nehéz, ezt most azért tartom fontosnak megkérdezni, és még belemászni ezekből a dolgokba egy picit, mert nem volt, vagy nem egy közkedvelt dolog ez a férfiak körében, vagy hát biztos volt ez az időszak, amikor az volt, amikor nem, és most újra, vagy most még újra ezt próbálják felépíteni, hogy az legyen. Hát egy... Vagyis miért nem volt 21. a sorkatonai szolgálat, vagy igen. A katonai szolgálat? Hát egyrészt azért nem volt közkedvelt sok ember számára, mert nem, hát gondolom, nem okozott annyi sok jó élményt számára, tehát látta a belső viszonyokat, látta, hogy sok-sok értelmetlen feladatot is végre kell hajtani. Nevelés szempontjából szerintem azért még ezeknek is volt értelme. Én 18 napot voltam sorkatona, tehát az, hogy most az ingemet össze tudom hajtani, az többek között nyilván édesanyámnak és a sorkatona szolgálatomnak köszönhetem, meg hogy el kell rakni a szekrénybe a ruhát. Nem azt mondom, hogy nem lazítok néha ezen a fronton, de tehát nem azt mondom, hogy tüftigrend van otthon mindig, de ez jót tesz a férfiaknak. Hát szerintem nem volt ez, tehát önmagában az alapgondolat, az, hogy amit az előbb mondtam, társadalmi integráció, és hogy egyfajta bajtársiasság érzésén átesik az ember, egyfajta nehéz helyzeteken való túljutási esélyt, fegyelmet, kitartást megad az embereknek. Ilyen szempontból nem. Vannak országok, ahol ez jól működik, mondjuk Svájc esetében, pedig hát Svájcot nem sok támadás vagy fenyegetés érheti. Ugye semleges állam, nemzetközi hatalmak, nagyhatalmak elismerik a semleges státuszát. Társadalmi szempontból, integrációs szempontból föntartják ezt a rendszert, de mi ezen már most már túl vagyunk, tehát nem akarjuk ezt visszahozni. Mi azt látjuk, hogy a tartalékos rendszer kiépítése az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a honvédelem tényleg nemzeti ügy legyen, és ezen keresztül egyébként hatással lehet más összefüggésben is a társadalmi együttélésre, az egymáshoz való odafigyelésre, odafordulásra, tehát egyfajta sorsközösségben élünk itt, tehát az a fokú gyűlölet sokszor, amit tapasztalok, akár ideológia alapon, akár más közlekedésbeli indulati alapon, ezt én nem nagyon tudom értelmezni, nagyon szomorúan látom, mert hát azért mégiscsak emberek vagyunk egyrészt, magyarok vagyunk, sorsközösségben élünk, egy hajóban ülünk, közösek a legalábbis én azt hinném a fő nemzeti célkitűzéseink, hogy ez lenne a jó, hogy közösek. És ezt föl kell szépen építeni. Tehát ebben a gyűlöletnek nincsen helye, a szeretetnek van helye, meg a megértésnek, meg az odafigyelésnek van. Jó, hogy említette a hajót, ne jött a villamos számomra, és ugye a beszélgetésünk elején jeleztem, hogy országos szintű dolog, és akkor nem egy szépen vagyunk a kerületbe. Az egyes villamos átvezetése Budára.
Ez Igen. megvalósul? Hát ezt megfogalmaztuk igényként, az emberek ezt akarták. Ezt a választási kampány időszakában én több ízben elmondtam több fórumon, hogy ezt magasan támogatjuk, célkitűzéseink közé emeltük, és hogyha az emberek akarják, akkor azt nyilván meg kell valósítani. Most ugye pénzügyi nehézségek mindig és mindenkor voltak, vannak és lesznek is. Ettől függetlenül én úgy tudom, hogy jó ütemben haladnak a tárgyalások. Én több ízben egyeztettem a Vitézi Dáviddal is, aki a BKJ, vagy most a közlekedési vállalatnak a vezetője. Ő is ezt támogatja, a Fejlesztési Minisztérium is támogatja, uniós forrásokat is sikerül úgy tűnik erre összpontosítani, és a Fehérvári útig úgy tudom, hogy 2014-ig mindenképpen át fog jönni az egyes villamos. Ezzel is reményem szerint az Újbudán élő emberek számára egy még korszerűbb, még gyorsabb közlekedési lehetőséget tesz lehetővé, és hát a villamos ez egy jó közlekedési eszköz, úgyhogy mondom, ez egy régi elvárás volt, régi igény volt, hát ott a semmiben megállt a Lágymányosi, most Rákóczi híd közepén ez a bizonyos villamos, egyes villamos, hát nyilván ezt tovább kell vonni, és tovább kell építeni, és hát Újbuda, mint a legnagyobb lélekszámú kerület, jogosan tart igényt arra, hogy a főváros vérkeringésébe, így a nagykörúton keresztül és az egyes villamoson keresztül is bekapcsolódhasson. Fehérvári út, Etele út, ha már említette a Fehérvári utat. Igen. Ott létre... Hajózunk tovább. Igen, hajózunk tovább a villamossal. Igen, ott létrejött egy templom, létrehoztak. Mikor? Hát még a templom nem jött létre, az építési engedély megvan, aminek nagyon-nagyon örülünk, tehát hála jó Istennek és a hát akkor az önkormányzatnak siker, az engedélyek meg... megvannak. A Musics Tóni atya, aki egy zseniális ember, olyan erős hittel és meggyőződéssel indult neki ennek a munkának, most már kb. 10 éve foglalkozik ezzel, hogy igen, Kelenföldön és a lakótelepen is legyen Istennek háza, legyen templom, ahova a hívő emberek elmehetnek, és az engedélyek megvannak, a pénzügyi forrásokat kell még jobban hát összpontosítani. A bíboros úr is támogatja anyagilag a templom megépítését, tehát a katolikus egyház. Nyilván emellé még érdemes közösségi épületeket felhúzni. Ennek a költségeit hát én is igyekszem segíteni és közben járni, mind állami, mind uniós források felé pályázni, és közvetítő szerepet betölteni ebben. Nagyon-nagyon fontos lenne, nagyon nagy eredmény lenne, hogyha Kelenföldön a katolikus emberek ott megélhetnék a hitüket helyben, és egy új, modern, korszerű körülmények között nem egy lakásban, hanem egy valódi templomban tudnák a hitüket megélni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy senki ellen nem irányul. Ez a vallásszabadságban és az emberi együttműködésben, az emberi egymás mellett élésben és a szeretet hirdetésében nyilvánul meg mindezt. Tehát én messze menőkig támogatom, bízom benne, hogy ez ennek konkrét eredményei már most ebben a kormányzati ciklusban, vagy ebben a választási ciklusban érzékelhetőek lesznek. Bár nem, tehát közösségi tér, de nem templom, a piacok helyzete, gondolok itt az Albert falvja és a Vahoti utcai piacokra. Igen. Itt történik is változás az utóbbi. Igen, illetően. Hát ugye egyrészt a Vahot utcai piac, a volt MDF piac, akkor nevezzük így, hát nagyon közkedvelt. Én magam is gyakorta vásárolok ott, és hát a Kelenföldnek az élete szombaton, délelőttönként ott zajlik. Nagyon-nagyon sokan termelők járnak oda, tisztességes kereskedők járnak oda, és az emberek szeretnek ott vásárolni, mert olcsóbb és viszonylag jó minőségű terméket tudnak hazavinni. Történt egy változás, történt, amennyire láttam és hallottam én is, egyfajta félreértés is. Egy biztos, hogy a piac működik továbbra is. Az üzemeltetésben történt változás. Szerintem mindenképpen jó és előnyös az, hogyha az önkormányzat, hát hogy mondjam, ura és felelősségteljesen gazdálkodik a rábízott vagyonnal, a rábízott területtel is, és hát az emberek sorsára odafigyel. Ezért az önkormányzat egyik legfontosabb cége, a Prizma vette át az üzemeltetést, és én úgy tudom, hogy ugyanolyan feltételekkel működik majd továbbra is, és az emberek remélem, hogy megelégedéssel fognak továbbra is ott vásárolni. Az Albert Fabi piac esetében pedig ott próbáljuk életre kelteni, életet lehelni. Ez egy viszonylag jó adottságú piac, lakótelep kellős közepén, Albert Fava központjában. Hát ilyen elhaló félben volt, sőt, hát szinte alig működött, vagy nem is nagyon működött, és egy vidéki képviselőtársammal, Balogh Józseffel
és a Solti polgármester úrral megállapodtunk abban, hogy Bács-Kiskun megyéből kistermelők, őstermelők hoznak föl termékeket, és így minden szombaton délelőtt ott is lehetővé tennénk azt, és tettük is az elmúlt hónapokban, hogy az Albertfalván élő emberek vásárolhassanak jó minőségű termékeket, háztáji termékeket. Úgyhogy ez működik, én bízom benne, hogy ez tartható lesz. Hát persze jó lenne ezt állandó piaccá fejleszteni, de egyenlőre az erőnkből erre futotta. Az embereknek tetszik egyébként, úgyhogy örülök neki, hogy valamit tudtunk segíteni ezen a területen. Bár már számos célkitűzésről beszéltünk, illetve arról, hogy mi az, ami megvalósul. Mi az, amit 2012-re kitűztek, így országos szinten? Országos szinten? Igen. Hát ez egy, ugye mindenki mondja, és mindig mondják, hogy ez most már még egy nehéz év, és akkor ez most még nehezebb lesz. Hát 2012 anyagi szempontból, gazdasági költségvetési szempontból nagyon-nagyon takarékos év lesz, tehát nehéz év lesz, ez tény. Én bízom benne, hogy a jogalkotói munka vonatkozásában azokat a sarkatos törvényeket, amelyek még előttünk állnak, azokat be tudjuk fejezni, el tudjuk fogadtatni most a tavaszi ülésszak alkalmával. Tehát akkor a jogi fundamentum, a jogi alapok azok rendben vannak. A gazdaság szerkezet átalakítása, illetve olyan lehetőségek, olyan kitörési pontok keresése, amelyek a magyar gazdaságot élénkítik majd, ezek folynak. Kínai beruházásoktól ez sok minden más. Maga miniszterelnök is közben járt ebben, a fejlesztési miniszter is nagyon-nagyon sokat dolgozott az elmúlt évben, hogy ezek érzékelhető változásokat hozzanak. Sokan mondták már, én is úgy látom és úgy érzem, hogy a német gazdaságra nagyon koncentrálnunk kell. A német gazdaságnak komoly tartalékai vannak. Én abban bízom, hogy a 12 második felétől, vagy év végétől mindenképpen egy intenzívebb gazdasági növekedés indul el a német gazdaságban is, és ez, mivel ezer szállal függünk a német gazdaságtól, pozitív hatással lesz Magyarországra nézve és a magyar gazdaságra nézve is. Bízom abban, az IMF-fel, IMF-fel sikerül megállapodnunk minél gyorsabban. Egy kiváló delegáció, magyar delegáció kezdte meg a tárgyalásokat. Azt azért mindenképpen látni kell, és érdemes, talán nem sokat beszéltünk erről, és lehet, hogy sokan nem értették meg azokat a döntéseket, meg azokat a jelenségeket, amelyeket az utóbbi időszakban hoztunk, illetve tapasztalhattak. Azért azt érzékelni kell, és nyilván a mérleg megvonása nem most van itt az ideje ennek, de azt azért látni kell, hogy az elmúlt 18 hónapban a magyar kormány a legnagyobb problémával szembesülve, fölismerve az, hogy 1.200.000 ember, devizahiteles ember, magyar állampolgár kerülhet az utcára, lakáshitelesek és mások. Rendkívül komoly anyagi terhek vannak az emberek vállán, köszönhetően az előző időszak felelőtlen hozzáállásának. Egy biztos, hogy a bankok megadóztatása, az emberek számára az árfolyamrögzítés, a végtörlesztés lehetősége, az nyilván a nemzetközi pénzvilágnak nem annyira tetszett. Nem annyira tetszett. Viszont a magyar emberek érdekében ezeket a döntéseket meg kellett hozni. Én arra kérnék mindenkit, hogy ezt azért értékelje és érzékelje, hogy a kormány tényleg komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az emberek tisztességesen tudjanak élni, túl tudjuk élni ezt a gazdasági válságot, amit egyébként világválságként is nevezhetünk, de egy eladósodott államot és egy eladósodott állampolgárokból álló államot nagyon nehéz kivezetni a csőd közeli helyzetből. De minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy ez megtörténhessen. Tehát a 2012-es év ez erről fog szólni, hogy ezt tovább vigyük. Ugye a kilakoltatási moratórium nem is beszéltem. Tehát nagyon sok ember kétségbe volt esve. És hogyha nem segít a kormány, akkor valószínűleg ez lett volna. Tehát egy nagyon nehéz örökséget kaptunk. Lehet, én nem akarok 8 évezni, mert ezt mindig mondják ellenzékek is, hogy mi állandóan 8 évezünk. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy látva, fölismerve a problémákat, az emberek érdekében még a nemzetközi pénzvilággal is a magyar kormány bizonyos értelemben hadba szállt. És ennek vannak spekulációs kitörései, azt látjuk, különböző olyan tranzakciók, amelyekkel a magyar kormányt megpróbálják pénzügyi, anyagi értelemben nehéz helyzetbe hozni, hogy ne legyen sikeres az a célkitűzés, amit a magyar emberek érdekében meg akar valósítani. De ezt a csatát meg fogjuk nyerni. Tehát Magyarország szerintem győztes lesz. Én úgy látom, hogy eltökélt a kormány valamennyi tagja abban, hogy ezt nekünk végig kell vinni. A 2012-es évet egy nehéz évnek tartom, valóban össze kell zárnunk, össze kell fognunk. Azok a hazai spekulációk, amelyek itt különböző politikai körökből jönnek, és sajnos a karácsony előtti időszak az arról győzött meg engem, hogy egyértelmű vált, hogy kikivel van. A hazai ellenzék prominensei
akik láncolással és különböző tüntetésekkel a nemzetközi pénzvilág mellé, a spekulációk, a hitelminősítők mellé tették le a voksukat, és szövetséget kötöttek ezek szerint velük. A magyar kormány a magyar embereket védelmezi. Ezek a gazdasági pénzügyi döntések az ő érdekeik miatt születnek meg. Ezt a háborút mi megkezdtük a nemzetközi pénzvilággal, hát a bankadót mi vezettük be úttörőként, elsőként, és lám-lám Európában most már nagyon-nagyon sokan követnek minket. Tehát ezt a küzdelmet, mondom, végig kell vinni. Én bízom benne, hogy az emberek ezt látják, és aki józanul végig gondolja, még hogyha nehéz anyagi helyzetben van, keltenek egyesek rossz hangulatot, ezt láthatjuk. Nem szokatlan az ellenzéki szereplők közül, hogy külföldön keresnek én értelemben kapcsolatokat, és Magyarországot megpróbálják lejáratni. Én bízom benne, hogy a józan emberek ezt látják és fölismerik, és továbbra is bíznak bennünk. A mérleget majd 2014-ben kell megvonni, és én bízom benne, hogy ez az értékelés, ez jó lesz. Simicsko István, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és beszélgethettünk. Köszönöm szépen én is. Önöknek, kedves nézőink, pedig a figyelmet köszönöm, én jövő héten is várom önöket, viszontlátásra.